A társulat vezetője, egyben az új bemutató dramaturgja és díszlettervezője örömmel számolt be a változásokról. Ez az első olyan előadásunk, amit az önkormányzat támogatásával hoztunk létre. Ebben az évben, bocsánat, a 2014-es évben kaptunk az önkormányzattól költségvetési támogatást, ezért megengedhettük magunknak azt, hogy új díszletet csináltassunk ehhez a darabhoz, hogy jelmezeket varrathassunk ehhez a darabhoz, és nem úgy szedett-vedett csóróként a saját kis ruhatárunkból összeadogatva kellett fölkészülnünk az előadásra. Ez nagyon sokat számít. A német bűnügyi történetet 1974-ben mutatták be a volt NDK-ban. A darab rendezője sem árult el túl sokat a cselekményből. Talán azért érdekes, mert hogy német vígjáték, nem hiszem, hogy túl sok embernek van emléke arról, hogy német vígjátékon felhőtlenül tudja mulatni. Na hát itt sem lehet felhőtlenül mulatni. Azért a német hősök, vagy a német történetek azok elég speciálisak. Nem az a könnyed, mint egy francia, vagy pláne nem olyan riposztos, mint egy brit, vagy angol szász. És mi csináltunk franciát, románt, elég sokfélét, és most eljött a német. Úgyhogy az kellett egy stílust megtalálni, meg az igazságát, meg a bűnügyi történetet is, meg a cselekményen túl azt, ami érdekes lehet egy darabban, mondjuk a férfi-nő kapcsolatáról. Itt van egy nő, aki három, egy kék, egy sárga, meg egy piros, és egy férfi, és ezek se együtt, se egymás nélkül. Hát ez meg egy olyan jó kis klasszikus alapsztori, amelyiken érdemes elkezdeni gondolkozni, hogy na akkor hogy is van ez, vagy mi az, amiről ezt erről érdemes beszélni, vagy hogyan érdemes erről beszélni? Kimondottan kamara, ez egy szobában játszódó történet, és ez nagyon apró mozzanatokból áll, titkokból, hazugságokból, ez ekkora, ez itt jó. A Hal 4-esben ebben a hónapban is látható lesz még a Jászai Mari Színház Népházban, részletek a színház honlapján olvashatók.